A Galaktikus Föderáció és a Spirituális Hierarchia üzenete 2015. február 24 Sheldon Nighttől. től Szelámát Balik Jó híreket hozunk. Tovább folyik a sötétség durva befolyásának elerőtlenítése. A fény arra szolgáló imákkal és isteni tettekkel nagyon közel áll hogy lebontsa az annuna kiáltal még évezredekkel ezelőtt elhelyezett utolsó akadályt. Ezen isteni tettek sok tőkét felszabadítanak, és lehetővé teszik azok jó tékony szétoztását. Az ágártájak birtokában van speciális kántálások és kinyilvánítások hangkulcsa, ami pontosan erre a célra irányul. Ezek a tettek csak akkor hajtatók végre, amikor a megfelelő isteni időpont itt van előtünk. Ez a különleges pillanat most van. Így a mennyország ellátott minket instrukciókkal arról, hogy mikor és hogyan énekeljük be ezeket a himnuszokat. Gája elérkezik utazásán ahhoz a ponthoz, amikor az ilyen titokzatos eszközök sikeresen alkalmazhatók. Összekötőink ezért épp azokkal dolgoznak, akik a fényhez tartozva régóta kilettek választva ennek a feletébb szent feladatnak a végrehajtására. Ez az idő valóban különleges, és minden szükséges kántálás megkezdődött a mennyország kiválasztott küldöttei szolgáltatják ezeket az isteni szavakat. A tetteik újraindítják ennek a valóságnak a mátrixait, és lehetővé teszik sok esemény számára, hogy elfordítsák ezt a valóságot a szabadságotok és a nagy jólétetek megvalósulása felé. Ebben az új környezetben, Először is találkoznotok kell ágártályi a testvéreitekkel. A nagy elválasztottság, mely 25 ezer évvel ezelőtt lemúrja a pusztulásakor kezdődött, hivatalosan véget ér. Tanulni fogtok őseitekről, és képesek lesztek meglátni, hogy valójában különleges idegenek vagytok, aki gályá felszíni világába érkeztek. Amint megismeritek az új geográfiát, a gályáról szóló gondolataitok új irányt vesznek. Az észlelésetekben ezen bekövetkező változások egy feletébb kedvező idő lesz számunkra ahhoz, hogy megjelenjünk előttetek. Lényegében átéltetek egy teljes nagy évet, és most ezzel a bölcsességgel kezetekben, készen álltok egy újat kezdeni. A ne zárál csak azon eszközök közül az egyik, amik a teljes tudatosságú valóságotok felé mozdítanak benneteket. Gája arra fogja használni a kristálykamrátokban történő helyreállításotok közben zajló időt, hogy újra egyesítse az ő felszíni és belső világának valóságait. Ez az újraegyesítés visszaállítja a felszínét, hogy olyanná alakuljon át, ahol flóra és fauna együttesen létezik. A primitív nyitott lékkör világa olyanra lesz módosítva, ahol a két mennybolt ismét működésbe lép. Képzelhetitek, hogy ez a valóság új felelősségek sokaságával érkezik. Csatlakozni fogtok a belső földi unokatestvéreitekhez, és új kormányzást teremtetek. Ez a modell fog elterjedni az egész naprendszerben, amint összehozzátok új csillagnemzeteteket. Ez az új csillag nemzet azt a mandátumot kapta a mennyországtól, hogy segítse a korábbi ankarásoknak valóra váltani azon vágyukat, hogy teljes tudatosságú fénylények kíváljanak. Továbbá ezen isteni küldetés részeként segíteni fogtok nekik számos csillag nemzetük megújításában. Ez a küldetés végül olyan küldetésé alakul, amiben sikeresen segítetek ezen szerveződés kezdeti céljainak beteljesítésében hogy elhozzák a békét és egyesítsék ezt a nagy galaxist. Ez a nagyszerű küldetés segíteni fog csillagnemzeteteket felettébb megbecsült csillagnemzetté formálni. Mindazonáltal, az is a küldetésetek, hogy még több galaxist összehozzatok. Jelenleg több mint tízezer közeli galaxis az, ami egy nagy uniót képez egymással. A mi közös küldetésünk a béke és a fény terjesztése a fizikai ságon keresztül. Csatlakozunk másokhoz, hogy kibontakoztassuk a teremtő, a nagy teremtő erő, isteni tervét. Ahogy az első megvalósuló változási időbe léptek, mindig álljatok készen az új tudásra és bölcsességre. Tartsátok kézben, hogy régen amikor korlátozott tudatosságba kényszerültetek, belettetek csapva és manipulálva, elsőként az atlantisziak, majd az Annunaki által. Szükségetek van az igazságra, ahogy előkészültök egy új valóságra. Ez a galaxis terjedelmes, és számotokra hatalmas kiterjedésű. Ennek ellenére birtokol egy isteni rendet, amit meg kell ismernetek. Mi mind tudjuk ezt, és őszintén szeretnénk kifejteni nektek valódi származásokat és történelmeteket. Amint teljes tudatosságúak vagytok, azt javasoljuk tanulmányozzátok a sokkal kasa feljegyzéseteket, és végül képesek lesztek teljesen képben lenni azzal, hogy hol is álltok ebben a csodálatos teremtésben. Ez a bölcsesség, azzal együtt, amit a sok tapasztalatotokból szereztetek, hozzáadódott megértések könyvének a ti saját személyes változatához. Használjátok ezt a megszerzett bölcsességet arra, hogy vezessenek benneteket, és készen álljatok együtt működni másokkal, hogy kreatívan megoldjatok bármilyen problémát, ami felmerülhet csillagnemzetetekben. Valójában egy feleti csodású élet életküszöbén álltok. Sok áldás! A felemelkedett mestereitek vagyunk. Sok csodás esemény készül valóra válni. Társaink feletébb boldogok azon események véget, melyek végre készek megtörténni. A sötétség régóta büszkélkedik azon képességével, hogy visszatartja különféle kézbesítéseinket. Ez valójában az utolsó dolog, melyet hűséges kegyártyai folytathatnak. Ennek a késleltetésnek vége szakad, ahogy a fény megszerzi a szükséges dokumentumokat ezen vergődés befejezéséhez. Mostantól azon különféle projektek, melyek régóta hiányában vannak kellő összegeknek, most hamarosan megfelelő módon beindulhatnak. Ez a helyzet a jólét alapokkal is. Végbe ment egy sor kezdeti kézbesítés. Mindazonáltal segítőink leállásra kényszerültek, de rövidesen ez a komplikált eljárás újra megindulhat. Ennek az eljárásnak a végrehajtásával azt tervezik, hogy lecserélik a jelenlegi kormányzást, és lehetővé teszik számotokra, hogy véget érjen a hosszas történelmeteken átívelő világszintű adósra szolgaság. Ez az eljárás nem csak jól étett hossz számotokra, hanem véget vett a diszkrimináló és tisztességtelen adóztatásnak is. Az a legfontosabb jelenleg, hogy ezeket a pénzügyi erőforrásokat arra használjátok, hogy véghez vigyétek álmaitokat, és ezt a birodalmat egy jobb élőhelyé változtassátok! Sok mindent kell tenni. Szándékunkban áll arra felhasználni közelgő tanításainkat, hogy ne csak növeljük a tudást, hanem sok betekintést is adjunk nektek abba, hogyan lenne a legjobb feljavítani az életeteket. A legfontosabb dolog az, hogy jobban megértsétek, hogyan kerültetek ide, és hogy kollektíven hogyan készítsétek fel magatokat egy új valóságra. Ez a birodalom valójában sötét mely most kezd fényleni. Minden nap minden másodpercében a mennyország az áldásait küldi nektek. Használjátok ezen áldások és kinyilvánítások sokaságát fel arra, hogy javítsátok a tennivalóitok előrelátását. Legyetek inspiráltak a másokkal való munkában, és még magasabb szinten tudjatok szeretettel és Isten adta felelősséggel teli kommunikációt teremteni. Használjátok fel ezen célát érzését arra, hogy nagy terveket szüljetek ennek a világnak a jóra változtatására. Régen ezelőtt, távoli földről érkeztünk, hogy segítsük ezt a planetáris rendszert, és szeretetteli módon kellő általános gondnoksággal szolgáljunk ezen világ számára. Vágyjuk közös tapasztalatainkat, és bölcsességként vesszük, melyet úgy kell felhasználnunk, hogy ezt a földet valódi paradicsommá tegyük. Közel álltok ahhoz, hogy olyan képességeitek legyenek, melyek a mi képességeinket tükrözik. Mi vezetünk titeket, és a bölcsesség áldásában vezetünk el finoman egy új birodalomba. Csak azért választottak minket erre a feladatra, mert számtalan életet éltünk. Ezek az életek juttattak lépésről lépésre el minket oda, ami végül váltunk. A ti mennyei vezetőitek is hasonlóképpen most lépkedetnek benneteket egy szent irányba. Segítjük őket, és olyan programokat vezetünk be, amíg valóra váltják ezen új birodalom alapjait. Ezért azt kérjük, hogy állandóan tekintsetek magatokba, és ezt a képet használjátok fel arra, hogy az álmaitokhoz vezető úton tartsátok magatokat. Emlékezzetek, a szeretet és a fény mindaz, ami van. Hálerúja! 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 Ma továbbra is biztosítottunk benneteket arról, hogy jó hírek közelednek. Hamarosan a birodalmatok megváltozik. Addig is az gyakran ugyanannak a régi birodalomnak tűnhet. Úgyhogy maradjatok pozitívak, és összpontosítottak még akkor is, ha úgy tűnik, hogy nincs új semmi. Tudjátok kedveseink a szívetek legmélyén, hogy a mennyország számtalan készlete, és soha véget nem érő bősége valóban a tétek. Így legyen. Szelámát Gájun. Szelámát Já. jó legyetek egyek. És legyetek örömben.